Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Ebben a videóban nem termékkel fogunk ismét megismerkedni, nem beszélgetünk mindenféle új vagy újonnan beszerzésre került kazánokról, készülékekről, hanem erről a hatalmas nagy mainstreamről, ami mostanában uralkodik, hogy minél alacsonyabbat kell tekerni. Blacky is beszélt róla, Loloke is beszélt róla, nekem is van véleményem, megosztom veletek. Miért kell alacsonyat tekerni? Nem kell alacsonyat tekerni. Alacsonyat azért teker az ember, mert valamit el szeretne érni. Viszont elérheti azt az ember úgy is, hogy nem teker alacsonyat. Megint volt a Facebookon egy agyament videó, amit láttam, ahol arra panaszkodott az illető, hogy 2,1 ohmra van tekerve a kazánja, de lomha, eszi a likvidet, és mégsem gőzöl. Most vonatkoztassunk el az ellenállástól, ugye? Mindjárt megértitek, hogy mire akartam kilukadni. Azt mondja, hogy lomha. Persze, hogy lomha, mert véleményem szerint megtekerte mondjuk valami 0,30-on felüllevő alacsony ellenállású kerítésdróttal, és pont azért, hogy kijöjjön ez a 2,1 ohm, sokat kellett tekernie. Viszont ennek nagy volt a hőtehetetlensége, ezáltal lassú lett. Nem kell ahhoz vastag kerítésdrót, mondjuk ebben egy 0,32-es van, és egy picivel fél óm alatt van, és ilyen gőze van. És akkor most nézzük meg, egy előző videóban is már bemutatott GS-t, mindenki látja, vagy ha nem látja, akkor majd fogja, vagy ha nem fogja, akkor elhiszitek nekem, hogy ez kettő, de majd mindjárt keresek egy fókuszt. Kettő ohmra van tekerve. Tehát nem egy extrém tekerés, nézzük. Akinek ez a gőz nem elég, annak nem lesz elég a másik se. Segítek. Kettő különbség van a 0,47 meg a 2 ohm között. Az egyik az az, hogy ez biztonságos mindenki számára, ez pedig nem. Nem ajánlanám senkinek, és nem azért, hogy sajnálok tőlük bármit is, csak egyszerűen sokkal nagyobb a hibázási lehetőség. Ha pedig itt hibázik az ember, akkor ez a kis ketyere nagyon közel van a szádhoz. Mondom még egyszer, nagyon közel van a szádhoz, csúnyán meg tud sérteni. Az álmoskönyv szerint sem jó a rövid zár az ember arcánál. Maradjunk egy ilyennél. A másik, amit mostanában lát az ember mindenhol, mert már a Facebookos csoportoknál egyszerűbben semmit nem lehet csinálni. Mindenki nyit egy csoportot, egy kezdő csoportot, egy eladó csoportot, egy adok-veszek csoportot, egy kufárkodok, tök mindegy, hogy milyen csoportot, de a legveszélyesebb szerintem az a segítségkezdőknek csoport. Nem véletlen van fórum, és nem véletlen vagyunk fórumba gyűlve. A fórum mögött nagyon-nagyon sok ember rengeteg tudása van leírva, összeszedve, tematikusan, szisztematikusan, évek alatt összegyűlt tudás.
Az, hogy egy önjelölt emberke nyit egy Facebookos csoportot, az körülbelül 2 perc, de ha nem annyi, akkor javítsatok ki. És utána adhatja mindenkinek a szerinte okosnak vélt tanácsokat, csak ott senki nincs, aki kijavítsa időközben, mert hát nem lehet ott 40-50 ember csak arra figyelve, hogy az épp általa beírt hülyeséget helyesbítse. Az, aki pedig a tanácsot kéri, az mindenféle további kételkedés nélkül, higgyétek el fogja fogadni a hülye tanácsot is. Fölösleges. És aztán utána mindkét oldalról megy a sértődgetés, hogy X meg Y meg Z miért oltotta le azt, aki segített. Azért oltotta le, gondoljátok bele, mert lehet, hogy hülyeséget mondott. Azt ti nem látjátok, vagy nem gondoljátok végig kezdőként, hogy miért hülyeség, de higgyétek el, hogy aki esetleg leosztja a másikat, az mondjuk nem egy ilyen egót használ már évek óta, hanem nem is egy ilyen nagyot, hanem mondjuk valami mehát, vagy mondjuk egy olyan elektronikás, ki tudom, ez egy őskövület, szar, provári, gyerekek, katasztrófa. Ilyenre van csak pénz az embernek, ilyen őskövület szarokra. Tudjátok mit? Phil Busardónak volt 2 videója, azt befogom ez alá a videó alá ide és ide linkelni. Meg lehet nézni, hogy ezt a őskövület provárit, ezt hol, milyen gyártás technológiával és kik készítik. A videó 2x40 perc durván, segítek annak, akinek nincs elég ideje. Nem egy ember csinálja, és nem otthon a sufniban. Visszatérve az eredeti kiindulási mondani valóhoz. Nem fontos a szubóm, nem fontos a meha, viszont aki ezek felé kacsingat, az ne resteljen tanácsot kérni, és nem a Facebookon, hanem ellenőrzött keretek között jöjjön el egy találkozóra, próbálja ki azt a készüléket, amit mi oda elviszünk. Hála Istennek rengeteg ember, nem, mi a rengeteg? 15-20 ember mindig ott van egy ilyen találkozón, és ugyanennyi, legalább ugyanennyi készülék, de én is 2-3-4 készülékkel szoktam menni, mások is megteszik ugyanezt. Ki tudtok próbálni mehát, ki tudtok próbálni másik mehát nagy aksival, ki tudtok próbálni elektronikát, ki tudtok próbálni varivattot, varivoltot, billegtetős anyám kínját, olcsó kis kazánt, drágább nagy kazánt, és ez nem kerül semmibe. Eljöttök a találkozóra, kipróbáljátok, tanácsot kértek, és eldöntitek, hogy mi az, ami szerintetek nektek a legideálisabb lenne. Kipróbálgattok lötyiket. Múltkor Fifika millió és egy mindenféle egzotikus likvidet hozott, végig lehetett kóstolni, senkinek nem mondta azt, hogy most már elég, srác, ezt most már fejezd be. Kipróbálhatta mindenki a... Mik is voltak ott? Kamillás és egyéb egzotikus, csak gyógynövényes likvidek, az elhíresült ágyas likvid például. Ezeket remek alkalom egy ilyen, hogy kipróbálja, és ha tetszik, akkor lehet próbálkozni, vagy megkérdezni, hogy esetleg hozzá lehet-e ilyen folyadékokhoz valahogy jutni, nullás természetesen. Nézem közben itt, lenne, hogy milyen jó gőze van ennek a 2 ohmos kis kazánnak is. Na, hát kell a fél ohm, szerintem. Kellhet, csak azt mondom, hogy az esetek 80%-ában bőven meg lehet ugyanezt oldani egy másfél-két ohmos tekeréssel is.
Zárszóként elmondom még egyszer. Ne a Facebookon tájékozódjatok, vagy ne egy ember tanácsát vegyétek alapul feltétel nélkül és minden körülmények között. Járjátok körül jól a témát, gyertek föl az eCigi fórumra, minden szennek maga felé hajlik a keze. Én azt mondom, hogy nagyon sok mindent érintettünk Fifikával és Mujóval már a 10x. podcast során, a likvidektől, a mehamodokon keresztül, a hazai helyzetig, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Úgyhogy millió és egy olyan helyszín van az interneten, ahol sokkal autentikusabb forrásokat is találtok, mint a Facebook. A Facebook az pont arra jó, hogy a vicces videókat az ember megossza, de szerintem és véleményem szerint arra nem, hogy messze menő következtetéseket vonjon le, és vaktában elkezdjen dobálózni az agyament ötletekkel, és vakvezessen világtalant. Úgyhogy azt mondom, mindenki vigyázzon a saját testi épségére, abból csak egy van. Jó gőzégést kívánok mindenkinek egy óm fölött is. Ennyi. Sziasztok!